babó még a jó lenne, agyad kis múlva jó lenne, meg állt, hogy már így elmúlt. Mindig kettőn állt a boldogság, jobban váltottál, mint gondolnál. Újra hódít a könnyűzenében a retro ország szerte, így a közönség igény nagyobb rá, mint a 90-es évek elején volt. A 60-es évek Tánzdal fesztiváljaim feltűnt, és a hazai popkultúrában álló csillagnak számító énekesekre. Akik gyakori meghívott vendégei a vidéki kistelepülések nagy rendezvényeinek. Egyre kevesebben vannak már, de a legnagyobbak még mindig ének és színpadképesek. Ezt a megállapítást a nagymányoki jubileumi városnapon fellépő Kovács Kati órás produkciója csak megerősítette, amelyre cseppet sem mellesleg sok fiatal is kíváncsi volt. Semmi playback vagy fél playback, amire a kortársak, a maiak sokszor igényt tartanak, vagy úgy is mondhatnánk, rászorulnak. De az énekesnőnek esze ágában sincs emiatt vagy más miatt megvetőleg szólni az új generációra. Azt mondja, a megasztárosoknak bizonyos szempontból könnyebb, de egyúttal nehezebb is betörni, mint nekik annó volt. Korábban, ha kijött valaki és egyenesbe éneket, akkor az közvetített a tévé. Ott lehetett parádézni, úgy értem, a kiválósággal, de azok, akik most indulnak, azok már olyan technikai háttérrel énekelnek, hogy ha egy hamis hangot fognak, az kijavítja a gép. Ha a szólamot kell énekelni, a gép ráénekli. Szóval ez a mi időnkben ezelőtt 50 évvel még nem volt. Tehát könnyebb is, sokkal könnyebb a mostani fiatalok helyzete, és ugyanakkor sokkal-sokkal nehezebb. Úgyhogy nem irigylem, igen, nem irigylem őket, mert a bemutatkozási lehetőségek szűkebbek. Szívből szurkol a mostaniaknak, kedvenceit népszerint is megemlítette, saját generációjából pedig kiemelt a fiataloknak minden szempontból példaképül szolgáló énekeseket. Mit is mondjak, az Olai Boly az ország egyik legjobb énekesnője, csodálatos stílus érzéke van, vagy a Gigi, aki mostanában nagyon sokat szerepel és külföldön is van, de ugyanakkor remekül énekelt a Wolf Kati. És a fiúk közül is azokat szeretem, akik egy kicsit emlékeztetnek arra a férfias éneklésre, amit Demjén Ferenc produkált, vagy a Vicky Dalgyuszi, ők ilyen, azt is mondhatnám, hogy neki különleges hangszínük van és különleges stílusuk volt, igazi heavy metal rock énekesek voltak is a fiúk, de hát ez egy ösztönös vonzalom a férfi énekesek iránt, ugye, azokat találom megnyugtatónak, amelyeket férfiak énekelnek. Ez így szép és így kerek a világ, hogy a férfiak a nőkén lelkendeznek, én pedig a férfi énekesekén lelkendezem. Genetika is, hogy a 7. X felé közeledve ennyire temperamentumos még. Életmódjával, rendszeres napi heti sportolással tesz is érte. Hangját is rendszeresen karban tartja. Édesanyám, hogy is mondjam csak, csodálatos volt még 90 éves korában, 91 éves korában is nagyon szép volt. Azt szoktam mondani, hogy sokkal szebb volt, mint én vagyok. Viszont ő nagyon jó viselte ezt a genetika, szerette a színpadot, az embereket, és olyan természetes egyszerűséggel fogalmazott mindig a tévében. Jött velem nagyon sokszor minden előadásra, amikor megtehette, és azt akartam mondani, hogy ő sokkal inkább színpadra termett, a bátyám is, a húgom is, valahogy én kerültem mégis színpadra. Azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy egy sportoló maradjon, sportolni kell. Tehát, hogy énekes énekelni akar, akkor gyakorolni kell. Nem szabad hosszú szüneteket hagyni, mert akkor az ember elbizonytalanodik, fél, nincs meg az a színpadi biztonsága. De hát talán a színházakban ezt azzal kompenzálják, hogy rengeteg próba előzi meg a színdarabot, hogy mindenki flottul tudjon. Hárman vagyunk testvérek, és a bátyám mindig nagyon szerette a sportokat is, focizott is, és megmaradt bennem ez a szeretet a foci iránt, vagy a sportok iránt. Tegnap is teniszeztünk egy óra hosszát. Lesznek-e maiakból Kovács Katik, Konzsuzsák, Zalatnaik, Kordák, akikre fél évszázad múlva is majd emlékeznek? Szegeztük a kérdést Kovács Katinak, aki optimistább e tekintetbe kortársainál. Mindenféle műsort megnézek, ahol a fiatalok jelentkeznek. Vannak, akik nagyon tehetségesek, vannak, akik középszerűek, vannak, akik kiugróan tehetségesek, csak hagyni kell nekik időt adni, mert azért azt a feltűnést, amit mi annak idején keltettünk, mikor az első magyar fesztivál volt, azt azért most már nehezebb utolérni, most már tartósabban fönt kell lenni, hogy valaki megmaradjon. De ezek szövegcentrikus dalok voltak főként, amiket még annak idején írtunk.
Most inkább a technika olyan óriásit fejlődött, hogy technikailag olyan szépen szólnak a dalok mindenkié, aki ezen a pályán van. A legnagyobb, a közönségtől elvárt Kovács Kati számok eléneklése mellett igyekszik az énekesnő ott élőben az éppen aktuális közönségtől kért dalokat bevenni a műsorba, és mindig valami meglepetéssel is előrukkol. Ha kihagynánk a műsorból, akkor a közönség egy része elégedetlen lenne, úgyhogy meg szoktam kérdezni, hogy mit szeretnének hallani. De az is sokszor egészen furcsa kívánságokat tudunk teljesíteni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem playbackelünk, hanem élőben énekelünk. És ha más nem, akkor a cappella, csak úgy zene nélkül egy-két sort eléneklünk a játék kedvéért. De mindez játék, még egyszer elmondom, hogy olyanok, mint a sportrendezvények, az ember nem rutinból dolgozik, hanem kivétel nélkül mindig, minden előadás olyan, mintha ez most lenne életünk első fellépése, vagy életünk első versenye. Nem tesz különbséget Kovács Kati a Vigadóban zajló, vagy éppen egy falunapi fellépése között. Ez a szemlélet itt, Nagymányokon is, át, illetve lejött a színpadról.